Ugye, lassan most már egy hette, hogy nálam van ugye az új gép, és euh, akkoriban a Windows élményindex ugye 5.2-es volt, aztán most, hogy így minden le van frissítve a gépen, ugye, amint lehet látni, bár mondjuk nem tudom mennyire, mert elég rossz minőségbe fényképezte le a telefon, szóval 5.2-ből lett 5.9, ami elég jó. Ö, mindenki, az, akinek ugye Windows 7-es operációs rendszere van a gépen, és hogyha ilyen Windows élményindexet akar futtatni, ö, először minden driver, szóval minden legyen lefrissítve, mert mert akkor fog úgy, ahogy pontos dolgot adni. Na most az a, a másik dolog pedig. Ö, hogy a régi gépet ugye szétszettem, és meglepett a dolog ami bent volt. Ö, szinte tisztára szét volt porosodva az egész, ugye a processzor, hűtőborda, meg ugye a ventilátor is. Ö, eléggé meglepett a dolog, és ö, csak egy éve volt nálam a gép. Szóval csak egy évet ment. És az az egy év azért az eléggé meg lehet rajta látni. Ugye szinte tele van porral. Ugye a ventilátor, a hűtőborda, de talán még a hűtőborda a legesleg durvább az egészben. Szóval mindenkinek azt tudom így mondani, hogy az aki minden nap használja a gépet, és játszik is rajt meg minden, szóval legalább egy évente legyen a gép kitisztítva, meg újra pasztázva, mert el kell neki. Ugye nem csak számítógépről van itt szó, hanem ugye laptopról is esetleg, akinek az van. Ö, mert ugye az, aki ezt nem csinálja meg, ugye lehet teljesítmény csökkenés is, valamint a számítógépnek egyes alkatrészének a rovására tud menni a dolog. Ugye vár? Szóval igen, szóval az, hogy a számítógépet az tisztítani legalább egy évente egyszer nem árt. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!